A Kárpát Express mai első állomásán egy székelyföldi juhász mesél arról, régebben miért Szent György napján hajtották ki a jószágokat a legelőre. Ezután a felvidéki Kamocsára utazunk, ahol a 70 évvel ezelőtti magyar tragédiára, a kitelepítésekre emlékezünk. Majd a délvidéki Topolyán elsős kisgyermekekkel együtt ismerkedünk a Szent György napi hagyományokkal, végül pedig meglátogatjuk a kárpátaljai hangraforgó együttest. Tartsanak velünk! Így minden estő 600 darab most jelenleg, de még nincsenek mind összeszedve. Még ezután hagysák a felebán van a faluban. Hogy jól megye dolga a juhászoknak, ha a furúja is kiment már a divatból? Arról sokat mesélhetne az oroszhegyi Nagy Márton, aki édesapja mellett 6 éves korában kezdett el juhászkodni. Azt mondja, a juhász életét ma mindennél jobban a vadállatok keserítik meg. Jön a medve. Nem félnek, bátrak. Olyan bátrak, mi, hogyha mindjárt kutyát is úgy meg lesz simogatni. Egész éjjel ide, nem vonálnak jók a kutyák, eddig már szérte verte volna az egész mindenki. Az elmúlt évtizedekben sokat változott ez a mesterség, aminek a múltban szigorú rendje volt. Lassan elmúltak a juhászkodáshoz kapcsolódó hiedelmek, szokások is. Az oroszhegyi juhász még emlékszik azokra az időkre, amikor csakis Szent György napján lehetett kihajtani a legelőre az állatokat. Ezt ma már az időjárási viszonyok határozzák meg. A néphagyomány szerint Szent György napján fokhagymával kenték be az istálók ajtaját, hogy elűzzék a boszorkányokat, és parázson hajtották át az állatokat, hogy megtisztuljanak az ártó szellemektől. Azért is mindent megtettek a juhászok, hogy ne széledjen szét a nyáj. Szent György napján, amikor szedték össze a juhokat, akkor ott a cimbora bírónál, ahol szedték össze a juhokat, egy nagy vastag keréköt, egy láncot tettek a kapu közé, úgy tartották, hogy nem ütik el a juhok a kosarat nyáron. Úgyhogy azt tartja össze őket, a lánc azt fogja össze. És például a fűveles kapcsolatban, amikor Szent György napja eljött, azt mondták a régi öregök, hogy ha fabottal ütik vissza a földbe, akkor is kijön. Bárha sietünk, ennek az ideig ki kell várni, hanem abból jó nem lesz. Az bizony fontos volt, hogy kövér fű nőjön a legelőkön. A gazdák megegyezés szerint sajtot, ordát vártak a pásztortól. Székelyföldön a régi pásztorok egyik erős hiedelme a vízzel kapcsolatos volt. Szoktak olyant, hogy amikor mossák a vedreket, nem szabad folyóvízbe mosni. Tehát amelyik víz folyik, csak állóvízbe, mert elmegy a juhoknak a teje. Szent György napja nem csak a juhászoknak, juhos gazdáknak volt jeles nap a múltban. Oroszhegy község polgármestere a cimbora bíróságról őriz emlékeket. Elkezdve még a farsang kezdeti idejéből a cimbora bíróság különböző falu részeken összeültek, tették a nyári pásztorságnak a dolgát, a pásztorválasztást készítették elő. Voltak az úgynevezett cimborabírók, akik ilyen köztiszteletnek örvendő régi atyafiak voltak az illető falu részen, és ez a tevékenységről volt bízva. Ők vezényelték le pásztorválasztás folyamatát intézményesített formában. Mára ugyan a pásztorkodás népi intézményei, a cimborabíróságok megszűntek, és a Szent György napi hiedelmek is lassan feledésbe merülnek Székelyföldön, de a megénekelt pásztorkodás jó hangulatát, miszerint a juhásznak jól megy dolga, még mindig őrzi a tiszta legelő, s a messzire elhallatszó kolompok csengő hangja. Csak annyi volt a bűnük, hogy magyarnak születtek. A felvidéki Kamocsáról közel 200 ember deportáltak a II. Világháború után. Rövidesen rájuk emlékezünk.